Nehezen viselik az emberek az új koronavírus változat terjedésének megfékezése érdekében hozott intézkedéseket Angliában. Jelenleg a Szigetország déli részén élő, egykor tócerdőhelyi Ádám Marina arról számolt be, hogy sokan még hónapokig egyáltalán nem mehetnek közösségbe. Lassan 10 éve él Dél-Angliában Ádám Marina, aki családot is alapított a Szigetországban. Elmondta, hogy a lockdown újbóli bevezetése óta mindenki csak különleges esetben hagyhatja el az otthonát. A kivételek közé tartozik a bevásárlás, a munka, a sportolás vagy egészségügyi okok. A fodrászatok, kozmetikák és vendéglátóhelyek nem tarthatnak nyitva. Marina szerint a többség nagyon nehezen viseli a bezártságot. Ő viszont szerencsésnek érzi magát, hogy eljárhat dolgozni. Nehéz nagyon, igen, mindenkinek ugye mentálisan is, lelkileg, érzelmileg ez a bezártság, főleg ugye azoknak, akik egyedül élnek otthon, meg ugye az öregeknek, mondjuk én szerencsésnek mondhatom magam, mert én járok dolgozni, úgyhogy legalább az van, én emberekkel találkozok nap, mint nap, úgyhogy nekem sokkal könnyebb, de hát páromnak, ő neki nehéz sajnos, ugye ő be van zárva, és úgy néz ki, hogy majd csak májusban megy legközelebb dolgozni. Áprilisban, májusban ugye nem lehet tudni. Az Angliára egységesen kiterjedő új szigorítások értelmében sem kötelező a maszkviselés az utcán, kizárólag a boltokban. A maszkot kell nem az utcán, hanem ugye az összes boltba, az összes akárhova megyünk, ugye munkahelyen mi is maszkot hordunk. Hát magán az utcán nem kell, tehát az a szerencse, de hát sokan hordanak az utcán is. De boltokba pedig kötelező. Marina és családja azt remélik, hogy minél előbb feloldják a korlátozásokat, és helyreáll a rend, hiszen 1 éves kislányuk hónapok óta nem találkozhatott a tócerdahelyi nagyszülőkkel és rokonokkal.